ötödik helyről indultam, nem tudom, hogy a tizedik, tizennyedik lettem, nem, nincs meg mennem az a felelőtlen öröm. Attól függetlenül, hogy srácokkal sikerült a dobogóra felállni a csapatversenyen. Írgalmok ne erős, nem ez közémezőny, tehát ez már nem az öttus, ami az én időben, bocsánat, hogy ilyen fogalmazok, mert... Hát a nagy öreg. Tehát már, ha megnézem 10 év ezelőtti öttus a mezőn, akkor hatalmas a fejlődés, főleg a fizikai számokban, tehát nem. Sokszor értetlenül pislogunk, hogy ez most mi tulajdonképpen. A csapatnak örülök, de mindig el szoktam mondani, hogy az öttus az egyéni sportág, tehát most Tokióban egyéni szám lesz az öttusa, és hogyha innen nézem, akkor szerettem volna jobban előkelőbb helyen végezni. Igen, nehézkes volt számomra az elézárán, sajnos fizikálisan nem voltam ilyen állapotban. Szerettem volna itt kicsit hullámzóan sikerült a felkészülés miatt. Ezért a futásomban látszott, hogy nem igazán vagyok top formában, de a lövészetnek kifejezetten örülök, hiszen ki tudtam javítani azokat a hibákat, amit a selejtező során vétettem, úgyhogy szerintem elégedett lehetek ezzel a teljesítménye. Megmondom őszintén, futás előtt, sőt, még az első száma vívás után sem néztem azt, hogy ki mennyi szúrt, ki fogja nyerni a versenyt, ez mindig egy ilyen rossz óbortom, hogy gyököt vonak és számolgatok, szerintem minden ötösázva ezt csinálja, de most annyira nem volt erő már ezzel foglalkozni, örültem, hogy élek, ha őszintén akarok fogalmazni, és aztán kérdeztem, hogy hanyas lőállást rájják be, megnéztem, hogy mennyire indulok, hogy nehogy elrontsam, 17 másodperc, ki volt előttem, mögöttem, nem lepődtem volna meg, ha 10 elrobognak mellettem, akkor se lepődtem volna meg, hogy itt az elején valaki beremeg és kiesik. Csak saját magammal foglalkoztam, általában akkor szokott jól menni a versenyzés, hogy az ember saját magával foglalkozik, tehát óriás segítség volt az, hogy itt volt mindenki, aki számít számomra. Az utolsó utáni pillanatban még az Ungvári Mikit láttam, uh-huh. Ott volt, rám kacsintott, ismerik együtt egymást. Együtt néztünk a tobogon. És ezek annyira sokat jelentenek, hogy pont az ember, amikor ott billeg a mérlegen, hogy menni fog, nem fog menni, akkor egyszer csak így határoz egyet, hogy menni fog. És mentem, előrefele menekültem, fogalm se volt, hogy hanyadik vagyok. Az utolsó lövészetre már tudtam, hogy mi az ábra. Én bíztam benne, hogy hibátlanul is lőttem, bíztam benne, hogy az elég lesz, hogy ott nagy meccsbe legyek ezzel az angol gyerekkel. Hozzáteszem, hogy rettenetesen erős az utolsó 800 méteren, tehát tudtam, hogy ő neki be kell ragadni ahhoz, hogy megfogjam, nem ragad be, mindenki szerintem ott hibátlan környékén lőtt, ezek nagyon-nagyon jó ötösázókról van szó azért. Itt a végén azt sajnálom, hogy ez a kis alacsony kis koreai gyereket nem sikerült megvennem, ez nem tudom, ez most már karrierem az ragadt, hogy ezeket a kóriákat nem tudom lefutni, mert amikor ezüst érdemes lettem 2 év, akkor is, nem is tudom, 5-6 másodpercre volt előttem ez a kórai fiú, akkor is ilyen mély homokba futottunk, hát hozzá kell tenni, hogy azért ez nem az én versenypályám, nem is nagyon gyakoroltuk sajnos, szerintem azért elengedhetetlen lett volna, de nagyon örülök ennek, mert egy centivel nem tudtam volna jobban teljesíteni, tehát én itt a szívemet, lelkemet kifutottam, erre volt ez elég, és szerintem ezt így mindenki látta és érezte, hogy kiadta magamból a maximumot, és tulajdonképpen ez a sport, hogy az embernek magát kell legyőznie, az, hogy dél-koreai van az ember előtt, az meg francia, meg nem tudom ki, az a másik játék. Ha esetleg nem úgy sikerül a sejtezőben a technikai számokat megcsinálni, akkor nagyon-nagyon ki kell magát hajtani az embernek, és ez bizonyos kor fölött 2-3 napon belül meghalni kétszer már nem megy. Neked most ez volt. Igen, és ugyanez volt az EB-n is. Sajnos ott is ugyanúgy kellett futnom a döntővé jutásért. Le kellett magam gyilkolni. Ráadásul most a pihenőpont volt ugye a bónusz, és a rendes körhívás. Ott ki kellett magamból hoznom az állatot. Az is gondolom, hogy azért elvittem kevés energiát. Úgyhogy ez mind annak tudható be, hogy hát már nem vagyok fiatal. Egy ilyen verseny után én nem is tudom, hogy most hány nap múlva fogok tudni regenerálódni, hozzáteszem, hogy a selejtező után is azt hittem, hogy én hát ide sem fogok jönni a döntőre, olyan fáradt voltam, hogy ezt estem nektek mondani. De hát piszkos erős a mezőny, nem tudom, hogy volt-e valahogy ilyen erős. Most nagyon erős. Nyilván mindenki ez a Tokióra nagyon-nagyon készül, iparkodik, de hát én azt is csodának tartom, hogy ezüstérmest tudtunk nyerni a csapatban, mert azt számoltam a versenyet, hogy van 8 olyan erős csapat, ki reálisan talán most már előttünk jár, ötösázás tekintetével, de azért megint 35 éves, 33 éves, meg a majdnem 30 éves, az megmutatta, hogy azért nem oda-buda.
Hát bízom benne, hogy ez így is marad, és jól letöltük a szarvukat néhány nemzetnek, és jó nagy önbizalommal tudunk neki fogni a következő szezonnak. Körülbelül 11 hónap még a, hát 10 hónap még az olimpiáig. Minden tőlem tehetőt megteszek. Eddig is nagyon szép pályafutás van mögöttem, tehát tulajdonképpen mindent megnyertem, egy érem hiányzik még. Jött a két érem egy világbajnoki, ez is meg egy olimpiai arany, de most nagyon fog jönni a pihenés, inkább minden közelítem meg. Fogalmam sincs, hogy most ez hány pont meg, hogy mi történt, azt tudom, hogy nincs kvótám, eddig mindig direkt megszereztem a kvótát, és van egy 12. helyen, meg egy nem indult pozícióm az olimpiák folyamán, lehet, hogy most ez lesz a kód, hogy az utolsó utáni pillanatban megszerzem világranglistán, kimegyek, azt megnyerem, hát reméljük, hogy ez lesz.